Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy kicsit visszatekintünk 2021-re, de ilyenkor február végén, március elején mindig megcsinálom az Oscar-díj könyves teget. És ez idén sem lesz másként, úgyhogy csapjunk is bele. Az első díj, amit kiosztunk, a legjobb borító díja. Ezen azért gondolkodtam, de aztán végül annak szántam oda, akinek elsőre is akartam. Ez pedig nem más, mint Rachel Smythe-tól a Lore Olympus. Szerintem egyértelmű miért? Csodálatos. Második díjunk a legjobb világépítés díja. Ez pedig muszáj volt a következő könyvnek adnom. Amiről egyébként sokkal többet kellene beszélnem, mert nagyon-nagyon jó kötet volt. Ez pedig nem más, mint Small Rosettól. A nagy folyók haragja első része a Ladan könyve. Ez a könyv. Egyébként a legjobb borító díjra ő is pályázott, de aztán úgy voltam, hogy a legjobb világépítés díját abszolút neki kell adnom. Ez egy nagyon bonyolult, cselekményű és világú könyv, és szuper jó. Nagyon-nagyon jó. Ezt még valamikor áprilisban olvastam, de imádtam. Nagyon gyorsan le is pörgött, pedig láthatólag egy fél tégla, de nagyon izgalmas is volt, úgyhogy akár a következő díjat is megkaphatta volna. Csak ilyenkor nem szeretek mindent ugyanannak a könyvnek ítélni, de egyébként cselekmény ügyileg is kiemelkedő és magával ragadó volt, de egy elég masszív világot épített föl ahhoz, hogy ilyen jó legyen a cselekménye, úgyhogy a világépítést azt megkapja. Mindenképpen. És akkor lehet, hogy mondhatom azt, hogy a legjobb cselekmény díjával együtt lesz a Camphor Corral, a Jessica Townsend-től, mert ez meg ennek nagyon pörgős cselekménye volt, és szintén alig tudtam letenni, csak ennek erősebb volt a világépítése, de mindkettő nagyon-nagyon jó cselekményű kötet. És eddig nekem ez a kedvencem a Morrigan Crow sorozatból, és nagyon-nagyon várom a következő részt, úgyhogy írhatná az írónő, mert nagyon jó volt. Ennek is nagyon várom a következő részét, mert ez is nagyon jó volt. Legjobb idegen nyelvű könyv is van ebben a listában, ami azt akarja, hogy nem angol. Szerintem erre mind tudjátok, mit fogok mondani. Az a Wings of Fire sorozatot egyértelműen, ugyanis Tweety Sutherland, venezuelai szerző, és én ezt imádom, ezt a sorozatot. Csodálatos, sárkányos, legjobb. Egyik legjobb. Ha lovak lennének, akkor lenne az abszolút tökéletesség, de nagyon szeretjük a sárkányokat, úgyhogy így is abszolút tökéletes. Most jönnek a szereplődíjak, amikkel mindig problémában vagyok, mert elfelejtem így egy év alatt, hogy ki mennyire volt jó karakter, meg ilyenek. Úgyhogy azért próbálkozok. Legjobb férfi mellékszereplő díjára egyaránt gondoltam Arthur Parnassusra, mert Arthur csodálatos. Aztán eszembe jutott, hogy ugyanebből a könyvből Lucyt is imádom, mert egy kis rossz csont és imádnivaló, úgyhogy lehet inkább Lucyt fogom ide mondani, mert egy elbűvölő rossz csont 6 éves kisfiú. És egyébként az Antikrisztus. Ha már megvoltam mellékszereplő, jöjjön a legjobb férfi főszereplő, amivel szintén bajban voltam, aztán úgy voltam vele, hogy Hades megkapja a Lore Olympusból. Már az első kötet alapján is, de én ugye végigolvastam a teljes Lore Olympust, és Hades az egy csodálatos úriember, úgyhogy muszáj megkapnia a legjobb férfi főszereplő díját. Az egész sztorira vonatkozóan, nem csak az első kötetre. Legjobb női mellékszereplő díja, én ezt az Alkimista lányának különleges eseteiből fogom Diana-nak adni, mert ebben a környezetben Diana tipikusan az a karakter, aki ilyen modernebb időkbe illene be. Ő is egy ilyen rosszcsont lázadó típus, és nagyon bírtam a dinamikáját a többi karakterrel, és ugye ő jóval fiatalabb karakter is volt ebben a történetben, úgyhogy őt is nagyon-nagyon szerettem, és nagyon élveztem az ilyen szócsatákat, amiket vívni tud, mert fel van vágva a nyelve elég rendesen. Legjobb női főszereplőnél is gondolkodtam, hogy ugyan kinek adjam, aki most kifejezetten kiemelkedő volt számomra, úgyhogy hosszas gondolkodás után Kirkének adtam. A Kirkéből, Madeline Millertől. Róla van egy nagyon hosszú kibeszélünk.
Igazából azért szerettem nagyon Kirkét, mint karaktert, mert egy nagyon hosszú utat tett meg magában több ezer év alatt, úgyhogy nem azt mondom, hogy hibátlan, de nagyon elvesztem a történetét. Legjobb bíró, ide mindig olyat szoktam mondani, aki korábban még nem volt az, úgyhogy idén, ez pedig Shannon McGuire, mert nagyon-nagyon, most szerettem bele igazán ebbe az egész sorozatba, és az írónőbe is, úgyhogy abszolút neki fogom ítélni most ezt a díjat. És nagyon kéne olvasnom tovább. Lementettem már scripten a további részeket, de lehet, hogy előbb ki fog jönni a következő rész magyarul, mint hogy ezeket meghallgassam. Na, és az utolsó, a legjobb könyvdíj, amiben abszolút bajban voltam, mert sose tudok csak egy könyvnek díjat. Mármint, hogy csak egy könyvet legjobbnak választani, és több kedvencem is volt az évben. Aztán fölírtam egy párat, ami egyébként megérdemelni, de nem tudom igazából melyiknek adjam. Az egyik például a Ház az égszínkék tengerén, ami ugye nagyon nagyot is ment a tavalyi évben. A másik akár a Loveless lehetne, mert az egy nagyon jó Alice Osman élmény volt számomra. Ott van a David Attenborough könyv, az Egy élet a bolygónkon, ami szintén egy meghatározó olvasmányélményem volt a tavalyi évben. Vagy Rainbow Rowell Simon Snow trilógiának a harmadik része, ami szintén nagyon jó volt, és nagyon felhozta a második könyv csalódottságát. De még mindig a Carrion a legjobb a sorozatban. Úgyhogy itt abszolút nem tudtam dönteni, úgyhogy itt nem fogok csak egy könyvnek díjat adni. Akármelyik könyvnek adhatnám igazából, amelyik tavaly 5 csillagot kapott. Nagyon sok jó könyvet olvastam. Még azok is nagyon jónak számítanak, amik nem kaptak 5 csillagot, csak mondjuk 4-et vagy 4 is felett volt ebben a listában is olyan, de mert nagyon megmaradtak bennem. Szóval igen, ez, hogy legjobb könyv, itt abszolút nem tudok dönteni. Azért nem akarom csak a háznak adni, mert úgyis mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon sok embernek nagyon-nagyon bejött, szóval így annyira egyértelmű, hogyha tényleg Oscar díj lenne, akkor ezt kapná. Nem tudom. Szóval ez a kérdés, ez ilyen nyitott marad, mert nem tudom eldönteni igazából, hogy melyiknek szeretném a legjobb könyvdíjat adni. Ez mindig egy nehéz kérdés, mert nem szeretek csak egy kedvencet választani, mert nincs csak egy legjobb egy évben. Az nagyon ritka, ha csak egy ilyen szuper élményem van. És nyilván, ha van mellette más szuper élmény is, akkor nem érzem igazságosnak, hogy csak az egyiknek adom, amikor a másiknak is adhatnám. Úgyhogy igen, ezek lettek volna az én Oscar, könyves Oscar díjaim 2021-es olvasásokra nézve. Kommentben írjátok meg, hogy nektek mik a nyertes könyveitek az egyes díjakra. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!